Sziasztok! Mostanában nagyon sok e-mailt kaptatok tőlünk, lehet, hogy már unod is. Ugyanakkor tudjuk, hogy nem mindenki olvas minden e-mailt, és az információ áramlás meglehetősen hiányos, és rengeteg kérdést kapunk még így is ezzel az új anyagunkkal kapcsolatban. És úgy döntöttünk, hogy szóban válaszolunk a felmerült kérdésekre. Ugye május 19-én volt az, hogy bemutattuk nektek ezt az új oktatási módszerünket, aminek négy különlegessége van az eddigi tanulási módszerekhez képest. Az egyik az, hogy ötvöztük benne a tantermi és az online képzéseknek az előnyét. A második az, hogy ennek a program ez egy egyéves program, és ezt a egy éven keresztül végigkísérjük a tanulásodat. Az évet három részre osztottuk, az első négy hónap fog szólni a rajzolásról, a következő négy hónap a pasztelkrétákról, és az utolsó négy hónap pedig a festésről. Az a különlegessége még a programnak, hogyha kezdőként csatlakozol, tehát úgy csatlakozol ez a programhoz, hogy jelenleg most még nem tudsz rajzolni, és a pálcik embernél tartasz, akkor az a nagy ígéretünk, hogy egy év múlva el fogsz jutni a kiállításra méltó képekig, és ugye 2020. júniusában a Waldorf kiállításon a te képeid is szerepelni fognak a falon. Hogyha pedig haladóként csatlakozol ehhez a programhoz, akkor pedig az az ígéretünk, és azt szeretnénk biztosítani a következő egy évben a számodra, hogy megtaláld a saját stílusodat, az egyedi hangodat, akár a rajzról, akár a paszterről, akár a festésről van szó. Igen, mégis ez a programnak a lényege, és amikor elindultunk május 19-én, akkor még három csoport volt, vagy három csomag volt, ami közül tudtál választani. Most már csak kettő van nyitva, az egyik már megtelt, most még nyitva van az alapcsomag, a másik pedig az elit csomag, és egy-két helyünk van mind a két helyre. És akkor nézzük most a kérdéseket, hogy mik azok, amik felmerültek. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy miben más az alapcsomag, mint egy sima online tanfolyam. Hát itt több dolog is van, ami a különbséget adja. Az egyik az például, hogy személyesen kísérünk végig. Tehát ha megveszel egy online csomagot, akkor azt otthon tanulod, és hát ha akarsz, akkor adsz visszajelzést, de ha nem akarsz, akkor nem. Itt mindenkitől elvárjuk, hogy megadja a visszajelzést, illetve elküldje a rajzait, hogy lássuk, hogy hol tart, tudjuk segíteni, támogatni, ha kell javaslatokat adni arra, hogy miben fejlődjön még, mire figyeljen még oda. Tehát ez a végigkísérés, ez egy lényeges eleme ennek az egész csomagnak. A másik pedig, vagy a következő különbség az, hogy igaz, hogy online tanulsz otthon, ugye ez most az alapcsomagról beszélek, de van egyfajta ilyen útmutató irányítás, ha tetszik, tehát mi adjuk a leckéket, hogy az adott hónapban mi a feladat, mivel kell foglalkozni, és akkor van egy ilyen kis iránytű, hogy éppen mit kell csinálnod, és akkor ez így adja azt, hogy a megfelelő sorrend is biztosítva van. A harmadik ilyen dolog pedig az, hogy ugye létrehoztunk egy ilyen Facebookos csoportot azoknak, akik belépnek ebbe a programba, ahova föl lehet, illetve érdemes nagyon föltölteni a rajzokat. Egyrészt mi is látjuk, és mondjuk róla véleményt, másrészt a többiek is látják, illetve te is látod a többiekét, hogy hol tartanak, ez lehet mindenképpen egy inspiráló dolog, tehát ott egy ilyen kis alkotó közösség fog kialakulni, illetve már el is kezdett kialakulni, ahol nagyon sokat tudunk egymástól tanulni, és nagyon sok támogatást tudunk egymásnak adni. Jó, és a negyedik dolog, amit még itt érdemes elmondani, az, hogy ha egy online csomagot veszel, akkor az mindig egy témáról szól. Tehát vagy rajzolás, vagy festés, vagy színes szervezet, de csak egy téma. Ugye most ez az alapcsomaggal az
összes videót láthatod, az összes technikát, az összes témát, és egy kicsit szélesebb spektrum nyílik meg számodra ahhoz, hogy megismerkedj ezekkel a dolgokkal, amit majd ugye a saját hang megtalálásában lehet szerepe. És ami egyébként szerintem nagy különbség még az alapcsomag és az online tanfolyamok között, hogy az online tanfolyamoknál ugye az van, hogy igazából magadra vagy hagyva, és magad osztod be az idődet. Itt ebbe az egyéves programban pedig ugye havonta küldünk neked útmutatót arra vonatkozóan, hogy mit tanuljál meg, és ugye havonta kapsz házi feladatokat, hogy mik azok a rajzok, amiket készítsél, és ezt a picit nem túl erős nyomást itt magad mögött érezheted, és szerintem sokkal jobban ráveszed magad arra, hogy csináljad, mint azt, hogy ó, megvettem egy online anyagot, több évig hozzáférésem van, és majd csinálom valamikor, és nagyon sokszor kapunk olyan leveleket azoktól, akik megvették valamilyen online anyagunkat, hogy megvettem egy évvel ezelőtt, de még bele se néztem. Tehát, hogy nekünk nem az a cél, hogy csak megvedd az online-t, hanem nekünk az a célunk, hogy csináld is, és azzal, hogy ott vagyunk mögötted, és adjuk az instrukciókat, akkor talán nagyobb a késztetés arra, hogy rá is vedd magad, hogy elkezd csinálni. És akkor a másik kérdés pedig az volt, hogy miben más az elit csomag, mint egy sima tantermi tanfolyam. Itt is az egyik legnagyobb különbség az az, hogy ugye minden hónapban találkozunk, hogyha simán eljössz egy tantermi tanfolyamra, akkor lehet az, hogy 2-3 hónapot kihagysz, az elit csomagban pedig minden hónapban találkozunk 2 napra, hogy együtt dolgozzuk fel a hónapnak a témáját. És a legnagyobb előnye szerintem az elit csomagnak az az, hogyha mondjuk elkezdesz egy témával foglalkozni, mondjuk a pasztelkrétákkal, akkor nem kell több hónapot várnod arra, hogy a következő szintre tudjál lépni a pasztelkrétáknál, hanem rögtön már a következő hónapban meg tudod tanulni a következő leckét. Ugye a másik nagy előnye az elit csomagnak, a sima tantermi tanfolyamhoz képest, hogy ugyanúgy megkapod a teljes hozzáférést az összes online anyagunkhoz, és hogyha valamit át szeretnél ismételni a tantermi tanfolyam után, akkor ott lesz a lehetőség, és belenézhetsz az online anyagokba, és otthon is tudsz tanulni a tantermi tanfolyamon kívül. Jó. Következő kérdés. Hát arról beszélnénk egy kicsit, volt ilyen kérdés is, hogy jó lesz ez nekem például, mi ezt úgy fogalmaznak át ezt a kérdést, hogy ki az, akinek jó lehet ez a tanfolyam. Ugye mindenképpen azoknak úgy gondoljuk, hogy jó lehet, akiknek az önálló tanulás olyan szempontból nem teljesen megfelelő, hogy szükségük van a visszajelzésre, hogy jó úton járnak-e, jó ez, amit csinálnak, mehetnek-e a következő tananyagra, a következő szintre, megtanulták-e az adott részből azt, amit már meg kell tanulni. Tehát ezt így egyedül önállóan eldönteni, az néha nehéz, de hogyha van egy kis visszajelzés, hogy igen, ez már megfelel a haladó szintnek, úgyhogy nyugodtan mehetsz tovább a következő szintre. Tehát akiknek ilyen szinten, vagy ilyen módon kell egy kis visszajelzés, bátorítás, segítő kritika természetesen, ha arra van szükség, azoknak mindenképpen jó lehet ez a program tulajdonképpen, mert ennek ugye, ezt már hozzá mondtuk, de nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy ez a rendszeres visszajelzés, ez egy fontos eleme ennek az egész történetnek. Ez mondjuk ugye azoknak szól, vagy azoknak érdemes ezen gondolkozni, akik az alapcsomag felé tendálnának inkább. Ugye van a másik csomag, az elit csomag, ami ugye minden hónapban 2 napra találkozunk. Személyes konzultáció is van benne. Erre pedig ugye ez egy nagyon-nagyon hatékony program, amivel nagyon-nagyon gyorsan lehet haladni, és nagyon sok tudást lehet összeszedni. Tehát ennek igazándiból az lehet az apropó, illetve azoknak lehet jó, akiknek egy olyan cél lebeg a szeme előtt,
hogy hogyan tudnám én a lehető legtöbb tudást összeszedni, és ezt minél rövidebb idő alatt, tehát a minél rövidebb idő ebben az esetben egy év. Ugye van ennek más módja is természetesen, hogy akkor járogatok tanfolyamra, a sorrend nem mindig úgy jön, ahogy szeretném, tehát ez elhúzott ez a dolog. Jó, tehát úgy nagyjából ez a két dolog, tehát akinek kell a visszajelzés, illetve aki nagyon hatékonyan szeret elsajátítani dolgokat. Igen, és a következő kérdés, hogy mit nyersz veled, hogy mivel több ez az oktatási módszer, mint az eddigiek. Mi azt gondoljuk, hogy mindenképp, amit nyersz veled, az idő, mert hogy lényegesen gyorsabban végigmész ezen a folyamaton, míg a pálcikembertől el tudsz jutni a portréfestésig. Tehát ez egy olyan, ugye ez egy év, ez azzal, hogy minden hónapban csináljuk a feladatokat, ez lényegesen lerövidült. Eddigi tanítványaink, akik eljutottak erre a szintre, ez egy ilyen másfél-kettő, van akinek 3-4 év is volt, mire eljutott erre a szintre, most pedig egy év alatt el tudsz jutni idáig. Tehát ez az egyik, ami mindenképpen előnye ennek a programnak. Jó. A másik dolog, hogy ez a mit nyersz vele, hát amit az előbb is mondtunk már, ez a rendszeres visszajelzés, tehát hogy mindig megkapod azt, hogy jó-e, amit csináltál, vagy nem jó, amit csináltál, tehát hogy még egy kis energiát rakjál bele, még egy rajzot készítsél el. Tehát ez a dolog. Itt az előző kérdés is ez volt a válasz, erre is ez, tehát ezt tudjuk nagyon kiemelni ebben az egyéves programban. Jó. Jó. Mehetünk szerintem tovább. Még három kérdésünk van. Azt is többen kérdeztétek, hogy a videófilmekhez, illetve online oktatóanyagokhoz a hozzáférés az hogyan alakul. No, tehát egy évre terveztük ezt a programot, ugye egy év múlva kiállítás, ne feledjétek. Ez az egy év alatt természetesen megvan a hozzáférés, ugye aki egy évre előre kifizetett, tehát az éves kifizetést annak már most biztosítva van, aki a havi kifizetést választotta, ugye annak havonta újul meg a hozzáférése, és ebben ugye benne van az a lehetőség is, hogyha szeretnéd meghosszabbítani bármilyen oknál fogva egy éven túlra ezt a csomagot, hogy nézhessed az összes videófilmünket, az összes oktatóanyagunkat, akkor erre lesz lehetőség, tehát ugyanúgy lehet folytatni tovább, hogyha úgy gondolt, hogy még egy-két-három hónapot, vagy többet is akár, el szeretnél tölteni ebben a programban. Aztán szoktátok kérdezni, hogy a videók letölthetők-e? Nem, a videók nem letölthetők, hanem nézhetők a valdorart.hu oldalról. A filmek mellett találsz letölthető anyagokat, rajzmintákat, vagy a házi feladatokat, ami alapján tudsz gyakorolni, azok letölthetőek, és azokat kinyomtathatóak, és ez alapján tudsz haladni. Meg is mutatom, hogy meg tudjuk osztani a képernyőt, hogy hogyan fogsz tanulni. Igen, hogy ugye a weboldalunkon, hogyha a saját menüben belépsz, felhasználó neveddel és a jelszavadra, és akkor megvásárolt videóidra kattintasz itt, akkor látni fogod a tananyagot, és itt a videók listájában le tudsz görgetni. Van lehetőséged HD minőségben és SD minőségben is megnézni a filmeket. Mindig itt fogod látni, hogy meddig érvényesek neked a filmek. Ugye Péter mondta, hogyha havonta azt a fizetési módot válaszod, hogy havonta fizetsz, akkor havonta újul meg. Ez az előfizetés, hogyha éves díjat kifizeted előre, akkor pedig egy év a jogosultság. Itt van például a filmek mellett a letölthető anyag, hogyha erre kattintasz, akkor feljönnek az anyagok, és ugye ki is tudod nyomtatni, és akkor ez alapján tudtok dolgozni. Illetve hát ez kicsit attól függ, hogy éppen milyen gépen vagy mobiltelefon nézed. Lényeg az, hogyha rákattintasz egy ilyenre, akkor valamilyen úton módon le tudod tölteni a saját gépedre, telefonodra, és akkor utána ezt vagy a gépen olvasod, számítógépképen olvasod, vagy akár ki is nyomtathatod. Hát főleg a referencia fotókat érdemes kinyomtatni, amiről a gyakorló rajzot csinálod.
Igen, és akkor még egy kérdés, hogy mi történik veled, hogyha csatlakozol, tehát hogy fog ez az egész működni, tehát hogyha csatlakozol, úgy döntesz, hogy jelentkezel, akkor jelentkezés után rögtön kapsz egy visszaigazó levelet, amiben benne lesz a felhasználó neved és a jelszavad, és hogyha fizetés után, ezt is megmutatom, akkor pedig akkor lesz lehetőséged a Facebook oldalunkhoz, ez a Valdorralt klubhoz csatlakoznod. Rögtön meg is fogsz kapni egy videót arról, hogy milyen ütemben, milyen leveleket fogsz benne kapni. El kell majd döntened, hogy kezdő vagy haladó szinten vagy a rajzolásban. Hogyha nem tudod eldönteni, akkor segítünk, hogy melyik szinthez csatlakozzál. Aztán itt már látod a többiek, akik már tagok, már is kezdték feltölteni a rajzaikat, meg itt látod azt, hogy hol tartanak most. Van, aki már elkezdte a programnak az anyagát, hogy attól függően, hogy mikor csatlakozott. Van, aki meg még úgy tölti fel a rajzokat, hogy lássuk azt, hogy mit tudott eddig csinálni, és hogy segítsünk neki eldönteni, hogy kezdő vagy haladó. Mindenkitől kértünk egy rövid bemutatkozást, hogy mi volt a célja ezzel a programmal, hol tart most, mit szeretne elérni. Tehát, hogy itt egy ilyen nagyon szép kis közösség kezd már kialakulni. És ugye az a célunk, hogy mindenkinek a rajzára válaszoljunk, hogy mi az, amiben mi tudunk neki javaslatot, segítséget nyújtani. Tehát így néz ki igazából a program belülről. No, hát egy kérdés maradt a végére. Ez is elhangzott, hogy mi történik akkor, ha nem csatlakozom a programhoz. Erre mit is lehet válaszolni? Az egyik, ami rögtön fölmerült bennünk válaszként, hogy hát akkor nem lesz egy év múlva ott a képed a kiállításon, tehát hogyha azt ígérjük, hogy ha elkezded csinálni, és végigcsinálod velünk együtt, illetve közösen végigcsináljuk, akkor egy év múlva már lesznek olyan képeid, festményeid, ami kiállításra méltóak. Tehát ezt a lehetőséget akkor elveszíted. Ha mikor jár le a 2 nap múlva, ugye, a igen, csatlakozás kérdezem. Lehetőség? Hát akkor 2 nap van hátra, és ha lezárul, akkor utána 1 évet kell várnod, amíg újra elindul ez a program. Hogyha jól sikerül, meg tetszik nektek ez a program, akkor el fogjuk indítani jövőre is, de csak 1 év múlva. Akkor 1 évet veszítettél. Illetve hát még egy dolog, ami inspirálhat esetleg, hogy most csatlakozz, hogy ugye ez az első év, amikor ilyet indítunk, ennek megfelelően most ennek van egy ilyen bevezető ára, jövőre már nem ez lesz az ára, drágább lesz ez a program. Tehát többen kérdeztétek, hogyha most nem csatlakozol, akkor hogy lesz, hogy akkor megmaradnak-e továbbra is az online tanfolyamok, lehet-e jönni továbbra is tantermi tanfolyamokra. Tehát a régi oktatási módszerünk, ami eddig megvolt, hogy tantermi tanfolyamok és online tanfolyamok, azok megmaradnak. Ez egy harmadik oktatási módszer, ami közül tudsz választani, és ugye amit mondtunk is, hogy nagyon sokszor hangsúlyoztunk, hogy a nagy előnye, hogy a személyes segítség benne van egy éven keresztül, ugye attól függ ez a személyes segítségnek a mértéke, hogy mekkora, milyen csomagot választasz, hogyha több személyes segítséget kérsz tőlünk, akkor egyértelműen az elit csomag a jó választás, hogyha főként inkább online szeretsz tanulni, akkor az alapcsomag a jó választás. Igazából ez a fő iránya, vagy ez a fő lényeg ennek az új programnak, hogy a tantermi és az online oktatási módszert ötvöztük egy ilyen új programba. No, elfogytak a kérdéseink, illetve azok a kérdések, amiket most szeretnénk volna megválaszolni, amit eddig küldtetek. Ha lesz még kérdés, akkor még azokat is meg fogjuk válaszolni. Most pedig búcsúznánk. Igen. Sziasztok. Sziasztok.